Megint csak egy olyan műtárgy van a kezemben, amit a nagy közönség még nem látott, valószínűleg nem is fog. Zádor István hagyatéka, amikor a Szolnoki Múzeumba került, ez a vázlatfüzet akkor került ide. Ebben a hagyatékban voltak bútorok, nyomódúcok, részkarcok, fotók, mindenfélék. Ennek a füzetnek az a címe, hogy Tyúkketreci kakasok és tyúkok. Ez a 19-20. Század fordulójára visz minket vissza, amikor egy Krúdi által is megénekelt városligeti kocsma, az úgynevezett Tyúkketrec, művésztanyaként működött. Sokan beszélnek a régi bohém művészvilágról, és visszasírják azt, hogy ma már nincs ilyen, egy biztos, az éjszaka akkor lokálokkal volt tele, lányokkal, művészekkel, bohém adósokkal, akik kölcsönbe is így úgy iszogattak, és ez a füzet az egyik ilyen kocsmának, tehát a Tyúkketrecnek volt a úgynevezett vendégkönyve. A Linek Lajos és a többiek, akik esténként ott iszogattak, rajzolták le egymást, ötleteiket karikatúra szerűen ebbe a füzetbe. Legtöbbjükről azt se tudjuk kicsoda, de azt látjuk, ahogy ücsörögnek borvirágos orral egy kocsmapultnál, vagy éppen kártyáznak, hogy hogyan zajlott az élet akkoriban. Néhánynak persze a nevét is megőrizték. Látunk berajzolt képeket, nagy szivarozó alakokat, szikkával szívó alakokat. Tehát mindenképpen azt a Krúditól ismert, de egyébként a párizsi legendákból is. Toulouse-Lautrecig, a Moulin Rouge világát idéző, szabad monarchia, a utolsó békeidők világa tulajdonképpen ez. Sokan eltűntek ezekből a művészekből. Linek Lajos például, aki itt az egyik legjobb rajzoló, ő az új időkben rajzolt sokáig, aztán Párizsba költözött. Mindenképp látjuk azt, hogy milyen volt egy akkori bohém ember a hosszú szipkájával, a cvikkerével, a kis oldott nyakkendőjével, és egy-két humoros mondással is persze. Néhol egészen furcsák a rajzok, nem nagyon sikerültek. Gondolom ott az ital már, meg az óra járása kicsit hajnal felé ment, máshol egészen jó pofa rajzok voltak. Ez megint egy ilyen kis, számomra egy kis ábrándozást hoz el arról a világról, amikor Krúdi leírja, hogy melyik kocsma, melyik újságjé költőjé volt, hova jártak a képzőművészek, mit csináltak akkor éppen. Tehát nyilván úgy vagyunk vele, hogy ami régen volt, az jó volt, nosztalgikus volt, de úgy vagyok vele, hogy csak egyszer az életbe, ha létezne még egy ilyen kocsma, szívesen bemennék, és belehallgatnék abba, amiről beszélgettek. Ez a kis füzetecske, ez a rajzfüzet ebbe a világba ad bepillantást. Nem tudom, mit kéne vele tennem, nincs egy előre ötletem. Mert magában nehezen beilleszthető bárhova is, talán egy kis újság, illetve tudományos publikációt megérdemelne, de az is lehet, hogy kollégákkal elő kéne keresni, és párral szövetkezni itt az országba, hogy a hasonló ekorú bohém művészvilágot bemutatni. Egyelőre még tanácstalan vagyok, de szeretettel őrizgetem ezt a szétfoszló, lapjaira hullott füzetet és egy régi világ emlékét.